Sziasztok! Én Angie vagyok. Én pedig Liza. És ez itt az a... And El... Mukbang Channel! Ebben a mai videóban... McDonald's-ot fogunk enni. Méghozzá... Chicken Fiesta Melt. Ami áll... A szendvicsből. A szendvicsből. Én hagyma nélkül kértem. És ott van bent a csirke, a szósz, saláta, én hagymával kértem. Kértem én innen a kólát. Sprite-ot. Ezt az új ilyen cookies, kekszes. Cookie crumble. Fagyit. Ilyen. Sőt krumpli. És halloumi fries, ami ilyen grillsajtos kis van. Ugye a halloumi az egy grillsajt. És nem adtak szószt. Már megint nem adtak szószt. Na mindegy, na akkor kezdünk is el. Mindig elfelejtik a szószt, és mindig utólag reklamálunk, de most nem tudunk reklamálni, mert hát ugye már itthon vagyunk. Szóval, ebben a mai videóban mi lesz a téma? Na mi lesz a téma? Luna koncert. Igen. Előbb nem mondjuk, mi történt tegnap. Láthagyom. Nem mondom el. Na, hát ugye, fizettem volna, fizetni akartam kártyában. És csak hallom, amikor akarok fizetni, hogy a Liza csak mondja, hogy ne az ID-t, ne az ID-t. És én megnézek rá, hogy mi a baja. És emberek az isteni. Személyi igazolványommal akartam fizetni, nem vettem észre a kártyát. Nem a kártyámat vettem ki, bankkártyámat, hanem a személyimet. Jó volt. Mindjárt kiderül. Így jártam tegnap. Na szóval. Jó, de koncertre fogunk menni. Azért próbálom tanulni most már a emberek neveit. Persze. Megmondom őszintén, szoktam hallgatni a zenéjüket. Szeretem is a zenéjüket. De nem ismerem őket. Nagyon félem, ez a hullamisajt. Majdnem hullamit mondtam. Tsunamisajt. Szóval, nem ismerem őket. Választottam magamnak kedvenc tagot. Ami a kedvenc tag. Nekem a csúva kedvenc tagom, aki pont nem látott a koncerten. Nekem Kémlip. A kedvencem. Egyébként 12-en vannak, és 11-en lesznek a koncerten. Blogberry Creative alatt, ami egy nagyon gagyi company. BBC. Hozzak valami szósz? Most hozz valami. Bármit, amit találsz. Közben elmondom, hogy szereztem a jegyeket. Hát... Van egy ilyen kód, várjátok, hadd kóstoljam meg ezt a burgert. Nagyon finom. Amivel szerda helyett hétfő lehetett jegyet vásárolni. És ezt akkor kaptad, hogyha még a 2022 előtt szavaztál egy ilyen appon, hogy azt szeretnéd, hogy a Luna jöjjön. Koncertezni az országodba, amire persze pénzt kell fizetni, hogy erre szavaz. És akkor, hát ezt megtetted, akkor most kaptál egy kódot, amiben hétfőn vehettél jegyeket szerda helyett. Én nekem nem volt persze ilyen kódom, de valaki kedvesen Twitteren adta nekem ingyen. Pedig vannak olyanok, akik eladják. Igen. Volt egy, 15 fontot kért érte. Na mindegy. Ott voltam, előtte nap már csináltam egy... Bejelentkeztem az abba, ahol lehetett venni a jegyeket. Előtte nap vasárnap. 70-10 órakor lehetett megvenni a jegyeket. Minden jó volt. Pont 9:59-kor nekem kilépett az app. Kilépett nekem, kijelentkezett. Nem tudtam visszajelentkezni, se semmi, új accountot csinálni. Egészen körülbelül 10 óra 2-ig, ameddig be tudtam végre jelentkezni. És ugye mi ülőhelyet szerettünk volna. Igen, én szerettem volna. Pont ráültem, rányomtam arra az ülőhelyre, amit szerettünk volna.
Bár írtam be a detailjeimet, erre pedig adatokat, erre pedig engem kilépett, és visszavitt az előző oldalra, és azt írta, hogy ez a jegy már nem elérhető, és hogy el van fogyva, és már csak az állójegy volt. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy meg ugye körülbelül ilyen egy percet. Nagyon sokat. Hogy megvegyem-e? Egy egész percet, anyám miatt. De aztán meg rányomtam. De aztán meg már be kellett volna írni a bankadatokat, és megint az volt bennem, hogy anyám meg fog állni. Szóval inkább visszamentem a legelső oldalra, megnézni, hát ha valahogy visszajöttek a jegyek, de persze, hogy nem, és utána megvettem. Visszajöttek a jegyek. És képzeljétek el, hogy én, tehát közösen, ügyesen, vettünk szállást. Vagyis hát foglaltunk hotelszobát arra az éjszakára, 600 méterre az O2 stadiontól. Tök jó. Nagyon jó közel van. Amikor is tegnap? Előtt? Nem tegnap volt? Tök mindegy. Tegnap vagy tegnap előtt. Aztán az egy napon nem múlik. A lényeg, hogy az én lányom benyögte, hogy az az O2 stadion, az nem az az O2 stadion. Mert mi az O2? Igen, az O2 Brixton. Van az O2 Brixton, ahol lesz a koncert. Én meg az O2 stadionnak a közelébe vettem meg a hotelszobát. Vagyis, hogy foglaltam le a hotelszobát. Ráadásul úgy, hogy nem refundálható, tehát ha visszamondom, nem kapom vissza a pénzemet. Úgyhogy marad a... taxi. Taxi. Nem baj, de van most ez az újabb, ez a bolt, ami nem is olyan drága, szerintem azt fogom én Londonban is igénybe venni, mint ahogy ezt is veszem igénybe, amikor megyünk Birminghamre a coach stationbe, mert ugye, mivel hogy reggel 6 óra 55-kor megy Londonból a repülőnk, ezért csak úgy tudunk oda jutni, hogy éjjel 1 órakor Birminghamből megy egy busz, ami 4 óra 15-kor van London Stansteaden, honnan megy a repülőnk, viszont innen tőlünk el kell oda jutni, és hát innen tőlünk csak taxi lesz. Úgyhogy, de hát nem olyan drága, nem azt mondom, hogy olcsó, de azért... Úgyhogy éjfélkor indulunk, szépen okosan, taxival, és akkor lemegyünk. Igen. Birminghamben olyan megyünk busszal. Mert ugye megyünk Magyarországra. Először Ausztriába megyünk, és onnan megyünk Magyarországra. Igen. Szóval, ha láttok az utcán, akkor az ott mi megyünk. Így van. De nem biztos. Ki tudja, látok már más rózsaszínhajú nőt, meg... Szegedén lányt, attól még nem biztos, hogy mi van. Nem, ha Szegeden láttok, akkor nem mi vagyunk. Ja. Budapesten se. Budapesten? Nem. Most a Magyarországon se. Délen kereshetek. Ha ott láttok, mi vagyunk. Például Pécsen. Lehetünk mi? Mhm. Akár. Megkörnyékem. Környéken. Balatonnál ne keresetek. Balatonra nem megyünk. Gagyi. Belencei tónál. Nem mutattál be. Emberek bemutatott. Nem mutat. Jó. Bocsi. Ezért jelentem. Így mutat előtte, meg nem mutatta. Az a baj, hogy ízékat is így szoktam bökönni mindig. Az ilyen automatákat, amiket rendelni kell, tudjátok, és akkor így... Meg minden, egyszerűen mindig, és akkor mindig mondom neki, miért mutatsz be, szóval minden. Ez jó van, nem mutatom be? Jó van, na! Ne molesztálj, hál! Olyan vagy, hadd kóstoljam meg. Na, megkóstoltad. Még egyszer. Hogy lehet meg megkóstolni, az szeretem is. Finom. Nagyon finom. Azt mi ettük már grillelve, simán grillelve. Nem ajánlok arra, amit már kicsit hányingerem lett tőle. Belemártottam a fagyiba. Na megint a süt... Ezt? Szegélye vagy. Nem volt annyira jó. Ha süt kubrit sem állsz bele, mert nem jó. Ha már kóstoltam. De jó. De ez nem annyi jó emberek. A fagyim! Ha miért nem szólsz rá, megyem azt is? Imádtam. Jó, jeló vagy.
Na mi? Hol van benne a crumble? Cookie crumble. Azt gondoltam, hogy nem unalmas a videó. Még válaszolhatnánk pár kérdéseitekre. Na. Beírom. Nagyon finom halljátok. Mert tudom, hogy sokszor szoktunk kérdésekre válaszolni, de így jobban megtudtok minket. Mi? Jobban megismertek minket. Meg tudtok minket ismerni, jó? Kezdtel a mondatot, hogy csak... Igen. Kezdjük. Most egy TMI tagot fogunk csinálni, amit már szerintem régen csináltunk, az a tipikus ilyen kérdések, amik érdekelnek embereket. Amit szerintem már régen csináltunk, és ki tudja, hogy azóta változott-e. Egy. Mi van rajtad? Hát rajtam egy szabad idő, gatya, meg ez a cikos pörsök. Rajtam. Erjenes póló, leggings. Kettő. Voltál már szerelmes? Ajjaj, többször is. Én 16 éves vagyok, nem nyilatkozom. Volt már borzalmas szakításba részed, nem? De, ajjaj. Tényleg? Persze. Ah. Mondjuk attól függ, mit levezünk borralmasnak. Hát, hogy így sírtál, hogy nem szomorú voltál. Milyen magas vagy? 162? 5. 5. Nem, 163 voltam ott elmeg, hát meg van megöltem. Hát 165 vagy. Nem vagyok. Tényleg. Nem. 62 voltam régen, de hát nagyon... Már 56. Nagyon. Vagy én megyek nagyon össze, vagy te nősz, nagyon nem tudok. Te mész össze. Hány kiló vagy? Nem tudom már régóta, nem mértem. Nem tudom, 50 körül? Én ilyen 42-43 körül. Hmm. Jó lenne, ha 45 lennék. Jaj! Emberek! Végig volt a gatyám. Tegnap ID-val akar fizetni, most nem a szájába, hanem a gatyájára teszi a fagyit. Jó volt, ne az ID-t, ne az ID-t. Vannak-e tetoválásaid? Vannak. Nincsenek, de szeretnék. Ő meg eltünteti őket. Én meg már tüntetem el őket. Vannak a piercingjeid. Nem, vagy hát nem tudom, mert pár ember azt mondja, ezt piercingnek hívja, én nem hívom piercingnek azt, hogy a második kimájuk. Magyarban szerintem az nem piercingnek hívja. Mert ő egy fő piercing, szerintem csak második. OTP kedvenc párod. Oké, hogy a kedvenc ilyen famous párod. Például most mondok egy példát, például Ariana Grande és Dalton Gomez, érted? Kedvenc párom, Hyuna és Dawn. Nagyon-nagyon szép tényleg. De szeretem a Joyt és a Crush-t is. Ők is cukik. De a kedvenc párom a Suga is én. Ez jó volt. De oké. Okay. De amúgy Hyuna, Dawn, Joy, Crush. Igen, ők nagyon-nagyon szép. Vagyok valók. Nem vagyok jó ilyen párokban. Nagyon. Ez most bár kellett magyar is. Izé. Abban sem vagyok jó. Hogy hívják őket? Kik? Peti és Bogi. Jaj, ők nagyon cukik, Peti és Bogi, tényleg. Most, hogy nem vagyok nagyon cukik. Kedvenc magyar párjaim. Na, például Peti és Bogi nagyon jó. Kedvenc sorozatod. Stranger Things, You Are My Destiny, Family Guy. Vészhelyzet. Meg szoktam nézni. Jó barózban szerettem régen, de már nem nézem. De már össze van kavarodva, most már. Szeretem a mi kis palunkat, meg a keresztanyút. Mit szoktunk még nézni? Mit a vészhelyzet az tényleg nagyon jó. Az a gyilkos elmék. Gyilkos nyomtalanul. Döglöttek. Igen, szóval én. Igen. Kedvenc márkád. Nincs olyan így kedvenc márkám, hogy hát, így úgy, egy márka, amit imádok. Úgy nekem sincs, de a de Nike éppen. Van valami, ami hiányzik, igen. Most mire gondolod? Bármilyen, ez lehet egy személy is. Persze, hogy van, de nem fogom elmondani. Nem kérdezték, hogy ki az. Persze, kinek nincs? Kedvenc dalod. People, Augusti. Úgyhogy jó. Mennyi idős vagy? Éppenséggel most... Tegnap... TikTok? Nem titok? Tegnap töltöttem a 96-ot. Azt mondtam, hogy titok különben. Én tegnap töltöttem a 96-ot. Húha, az igen. Anya tegnap előtte 18-at.
De én 16 vagyok amúgy. Mi a horoszkopod? Ezt egyszerre 1, 2, 3. Vízöntő! Mind a ketten vízöntök vagyok. Vagy. Én vagyok a világ legvízöntőbbje, mert anyukám és apukám is vízöntő. Te hihet, extra hiper szuper vízöntő vagy. Mi az, amit keresel a párodban? Hogy mi az, amit keresek? Kedves legyen. Nem, de hogy így megbízható legyen. Igen. Őszinte. Őszinte, ezt akartam mondani. Őszinte legyen, kedves legyen, udvarias legyen, szeressen. Hát persze, azt ki nem keresi, szeressen. Hát akkor is hozzá kell tenni ezt is. Hát nem mindenkinek evidens. Ki a kedvenc színészed? Én nagyon szeretem Adam Sandler, meg Jennifer Aniston-t. Én is szeretem őket. Leonardo DiCaprio-t, nagyon bírom. Nem csak a Titanic miatt. Mindegyik film jó. Milyen durva, most mondtad ki, hogy nem csak a Titanic miatt, és itt a színésznek játssz a Rózot. Én pedig két részlet. Én meg milyen neve, azt akartam mondani, hogy lesz egy nagy kedvenc film, azt mondom, hogy a Démonok között, és a Pasi az meg a Démonok igen, között. Igen, mondom, igen, igen, jó abban. Oké, jók vagyunk. Patrick Wilson. Mi a kedvenc színed? Rózsaszín. De szeretem a feketét. Hangos vagy hangzene? Hangos. Mikor, hogy? Hova mész a szomorú vagy? Szobámba. Hova megyek a szomorú zenébe. Hát, tönkre. Leginkább. Mennyi ideig zuhanyzol? Nem tudom, nem számolom, mennyi ideig zuhanyzol. Nem tudom, én nagyon ritkán zuhanyzom, én nem szeretek zuhanyzolni, én fürödni szeretek. Én sem nagyon, de tegyek. Jaj, Katiékna nincs! Katiékna zuhanyzó van! Jaj! Nem baj. Mennyi ideig tart elkészülni reggelente? Egy óra, vagy több? Nekem is egy óra, de nekem csak azért, mert én olvasok is. Berekedtél már valahova? Valahogy? Yes! Like. Ki nem? Ilyen, mi vonzó számodra egy emberben? Ez most nem szerelem szerintem, hanem hogy így normálisan. Úgy szinte, ugyanaz, hogy megbízható. Ugyanezek. Nem amit, hazug. Igen, tehát megbízható. De viszont szerintem az is fontos, hogy valaki ápolt legyen. Ne úgy ápolt, hogy mit tudom én, ilyen márkás nem stb., hanem hogy ne legyen ilyen elhanyagolt, szakadt, igénytelen. Higiénikus legyen. Igen. Ami ugye... Mi visszataszik a számodra egy emberben? Pont ez az igénytelenség, amikor valaki igénytelen, hazug, képmutató, és... Nagyképű. Igen. Miért kezdtetek el, most kezdtetek, el YouTube-ozni? Mert szeretjük kaját. Igen. Miért kezdtetek? De jó, hogy együtt. Ezt a csatornát ezt azért kezdtük el, igen, mert hogy tök jó, el szoktunk beszélgetni, kaja amikor közbe. Eszünk. És akkor gondoltuk, hogy legyen egy csatornák, de hogy miért kezdtem én el a csatornát? Mit tudom én? Nem tudom, csak így elkezdtem. Mitől félsz? Haláltól. Elveszíteni a szeretnémet. Én nagyon félek a magánytól. Komolyan, én nagyon félek, hogy magányos leszek. Nekem az a legnagyobb félelmem. A másik a tűz. A tűzhalál. Mint sírtál utoljára, nem fogalom emlékszem. Én emlékszem, hogy nem sírás volt végül is, csak mental inkább breakdown. Amikor ugye kiderült a szállás, akkor egy kicsit kiborultam. Honnan jött a YouTube nevetek? Becenevek. Becenevek. Ugye Angie és Tiga. Mi az utolsó könyv, amit olvastál? Nem olvasok, szóval nem tudom. Én a... Mi a címe? Elfelejtettem a... Az a Titanic? Nem. Without Me, az az angol címe. Tudod, az amiből van a mielőtt megismertek? Mielőtt megismertek, nem jutott eszem a magyar Me címe. Before You. Nem úgy. Me Before You? Igen. Akkor mindegy, valami. Most mit olvasol? Semmit? Vagy de a kérdéseket? Ezt. Mi volt az utolsó film, amit megnéztél? Film? Vagy sorozat? Film. I have no idea. Szerintem nem tudom, de ez az utolsó, amire emlékszek, az a Holiday. Tudod? Amiben a két csaj és házasság él, és arra emlékszem. Szerintem azt néztem én is. Így filmet. Nézni, így filmet. Kivel beszéltél utoljára anyukámmal? Veled. Mi a kapcsolatod közted és a között, akivel utoljára SMS-tél? Kivelesebes ezt utoljára? A munkatársama, emlékszem. SKH, semmi közöttek hozzá. Munkatársi kapcsolatokban.
Nekem valaki. SMS-eztél? Ja, akkor senki, mert nem szok másra. De velem. Mert mi SMS-eztünk valamelyik nap? De a muszájtos kenyérhagymával. Kedvenc kajád, meki, meg pizza. Ázsiai. Bármi. Tengergyümölcse. Ha be szeretnél leutazni, Korea. Észak-Korea. Dél. Oké. Nem tudtam, hogy a South az, valamire azt hittem észak. Nem mert tudtam angolul, hogy South Korea. Nem akarsz menni? Észak-Korea. Dél-Korea. Okay. Nem tudtam, valamire azt hittem a South az észak. Nem. Hova utaztál utoljára? Magyarország. De amúgy meg Görvingen. Magyarország. Komoly. Van valaki, aki tetszik? Ja. Van. Pásztra, hogy van. Sok ember tetszik, mert ha valaki a barátom, akkor tetszik. Vagy hogy nem úgy érti? Nem úgy érti. Akkor is van. Kicsokoltál puszítál meg utoljára? Őt. Anyámat. Más nem csokoltam puszítál meg. Anyámat, lányomat. Bárcsak anyukád lenni. Bárcsak anyukámat tudna megpuszni. Mikor szóltak be utoljára? Nem emlékszem, nem élek. Szerintem... Tavaly nyáron, Magyarba. Nem emlékszem? Az tavaly előtt volt. Akkor tavaly előtt. Lehet azóta nem szóltam be megőzni készében. Interneten se? Interneten se? Nem. Kedvenc édességed. Pagyi. Minden, ami habos. Milyen hangszere játszasz? Túl sok, hogy most föl... Semmi. Nem tudom, mert kacsint a gányfejtába. Nem, hegedű. Kicsit piano, kicsit dob, kicsit gitár. Furulja. Ja. Kedvenc ékszered. Nem tudom, fülből valószínűleg. Inkább a karkötök. Sportolsz? Nem. Igen, most ide exercise-ozunk. Én is exercise-ozok. Mit énekeltél utoljára? Valószínűleg Luna Paint the Town, mert azt hallgattuk utoljára, és biztos beletáltuk. Igen, azt énekeltük utoljára. Kedvenc csajozó szöveg, amit neked mondtak. Várjátok, emlékszem volt egy, ami nagyon vicces volt. Ja, nem tudom már mi volt. Volt egy csajozó szöveg, annyira vicces volt, hogy nem tudom, valami hogy... pedig az, hogy annyira ilyen gagyi volt, hogy én belehaltam. Nem mindegy, nem emlékszem. De biztos volt. Jó, mindig azt mondja, hogy szép vagy. Miért vagy te egyedül? Nem is értem, ilyen szép, nem miért van egyedül? Hát... Azért, mert ilyen gagyi embereket beszélhet. Használtál már pasizó szöveget, ha igen, mi volt az, nem? Nem, azt sem tudom, mi az. Én sem, mit mondanak, hogy jaj, olyan, mert ugye lányoknak olyan szép, hogy mint egy virág, vagy valami hülyeség, de hogy fiúknak mit mondasz? Mondanak valami vicceset, de nem fogom kimondani, mert nem. Nagyon jó képű van, jaj, de jó, nem. Majd elmondom anyának utána, hogy mi jutott az. Na, oké. Mikor loktál valaki utoljára? Pár napja a barátnémmel. Pár napja. Bele. Szavantálva. Ki készítsék el ezt a videót? Aki akarja, és most befejezzük, még zabálunk. Köszönjük, hogy néztetek a videót, ha tetszett, like, iratkozzatok fel. Nyomjátok meg a csengőt! És sziasztok! Mutatom, hogy nyomjátok meg a csengőt! Na, na gyerünk! Yes. Legyen meg az 5 like! Igen, elfelejtettem az elején. Legközelebb így kell kezdenünk a videót, hogy legyen meg az 5 like. Na, sziasztok! Legyen meg az 5 like. Sziasztok!